Szevasztok, Peti vagyok, és a Zava Group média csatornát nézitek. Itt vagyunk az új lakásban, és azért, hogy ezen a héten se maradjatok videó nélkül, ilyen gyorsított felvételben bemutatom, hogy ma, tehát szombaton mi történik, ugye halk dolgokat kell csinálnunk, illetve az elején megmutatom, hogy hogy áll az építkezés, tehát kezdjük is el. Tehát ezen a héten a legtöbb dolog itt történt az étkezőben, megjött az új járólap, föltöltük a régit, azt elvittük a szeméttelepre. Az új járólap amúgy ilyen fehér lesz, most ez elég foros, de higgyétek el, hogy ez fehér. Illetve azért, hogy föl tudjuk törni a járólapot, kikerült a konyha, az most szanaszét van a lakásban, mindjárt látni fogjátok. A mai nap egyik feladata lesz, hogy rendet csináljunk. Tapétabontás szempontjából pedig ez az utolsó szoba, ami nincs elbontva, tehát még fönn van a tapéta. Illetve ma teszteljük megint csak a kedvenc, várjál, hol van, szegény törött Zoom H1-et, hogy milyen lesz ezzel a hang. Ugye itt sikerült eltörnöm szerencsétlent véletlenül az autóba. Na mindegy, tehát itt már nincsen tapéta. Mint mondtam, ma ilyen gyorsított felvételek lesznek, mint például ebből az undorító struktúrpucból újra falat készítünk, úgyhogy hát meg itt ugye a konyhának az alkatrészei, meg jól eltört a szegőléce, vagy hát ez a updeck profil az ajtón, úgyhogy ezt majd cserélni kell. Amúgy is cserélni akartam az ajtót, ugye egyszer már mutattam emiatt a luk miatt, amit az előző tulaj vagy bérlő tett vele. Na mindegy, de itt már elkezdtem tesztelni a glettelést, egy gyönyörűen sima, úgyhogy ez lesz ma az egyik fő attrakció, hogy haladjunk, hogy aztán tudjon jönni a burkoló, és hogyha nekem szerencsétlenségemre, nektek szerencsétekre, ha a burkoló lemondja, akkor azt magamnak kell majd megcsinálni. Úgyhogy, na, állj már meg. Tehát lesz olyan rész, hogy én burkolok. Soha se csináltam még, teóriában tudjuk, tehát évek óta nézem, hogy a burkolók az építkezésemen hogy csinálják. Meglátjuk. Jó? Na mindegy, tehát így néz ki a stúdió, ugye radiátor levéve. Rendet is kell ma csinálni, mert hogyha átmegyünk a másik szobába, beállítottam ide egy asztalt, meg székeket, de a székek természetesen már szanaszét vannak, föl kell szedni a maradék tapétát a földről, rendet kell csinálni, mert ugye a konyhát, azt most hely hiányába ideállítottam be a nappaliba. Nézzétek meg, milyen undorítóan néz ki ez az asztal, itt rendet kell csinálni, meg ott van például a konyhaszekrény a sarokban, úgyhogy ettől nem is nagyon tudok haladni. Kinn az erkélyen annyi történt, hogy eltűnt végre a szemét, illetve kicseréltük ezt a kötelet erre a szép zöld kötére, mert ez 8 mm-es, és a görgők, amiket használunk, azok 9 mm-es kötélhez vannak, és nekünk itthol 12 mm-es kötelünk volt, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudtam csak vele fölre húzogatni a zsákot. Most úgy működik, mint egy álom. Aztán rendrakás, glettelés, és a terv az, hogy először a konyhának kell majd elkészülni, úgyhogy ha kész mondjuk a glettelés, és marad még ma időnk, akkor tapétázunk, vagy hát tapétát próbálunk levakarni, megpróbálunk itt is glettelni ilyeneket, meg repedéseket, meg ugye ott a villanyász, amit csinált rést, az már ez ródbanddal van, és mint láthatjátok, teljesen törvényszerű, hogy itt végig van repedve. Erről is készül majd egy videó, méghozzá a terv az,
ha megtalálom ebben a káoszban, hogy itt van. A terv az, hogy ezt az üvegszálas szalagot bele fogom glettelni, gyakorlatilag a glettbe, hogy letakarja a rést. Ezáltal ezek a repedések, amik törvényszerűek, nem fognak átjönni a szalagon. Illetve van még egy terv, ha már a terveknél tartunk, az pedig az, hogy lent van nekünk, tehát az alsó lakásban van ott fönn a sarokba, illetve itt fönn a sarokba egy-egy 100 wattos LED, ami egyrészt a bejáratot világítja meg, nappali fényt csinálva éjszaka, másrészt a parkolót világítja meg, hogy amikor beállunk, akkor lássunk, és annak kell áram. Na most eddig ez úgy volt, hogy ettől a lámpától, figyelsz? Tehát eddig úgy volt, hogy ettől a lámpától ment föl egy kábel itt a falon, a mennyezetre is az lett széthordva jobbra-balra egy kötődobozból. Na most ez nem igazán tetszik, úgyhogy mivel már bent is vésegettünk, ezért az az ötletem támadt, hogy megpróbálunk bentről ide valahova kifúrni egy lukat, és úgy kivezetni az áramot, tehát hogy itt föl a fa tartón, és akkor ott végig el körbe, úgy, hogy a madarakat nem bántjuk. De ezen még gondolkodnom kell, mert rá kéne jönnöm, hogy hogy tudom azt kiszerkeszteni. Valószínűleg a fal vastagságát ki fogom rajzolni oda a földre, a sarokba, és akkor tudom, hogy honnan fúrja ki, és ugye innen, ahol már amúgy is van benne egy kábel, onnan akarom kivezetni az új kábelt. Ja, meg rajta ültök a gimbalon, azért mozogtok egy ilyen kicsit lassan. Majd meglátjuk, hogy ez is hogy jön. És akkor a terv az, hogy ma úgyse fogom tudni erőből fakadóan végigdolgozni a napot. Meg kedvem sincsen sok, úgyhogy legkésőbb ma, vagy akarom mondani, vagy ma este, vagy legkésőbb holnap meg tudom vágni nektek ezt a videót, hogy még ezen a héten kikerüljön. Na, úgyhogy kezdődjön a gyors felvétel. Lássuk, hogy mit tudunk kezdeni a mai nappal. Amúgy relatív korán van, 8:30. Úgyhogy lássuk. Tehát eltelt nálatok körülbelül másfél perc, nálam meg egy picivel több, mint egy óra, de rend lett
csinálva a lakásba. Tehát ezt a szobát már láttátok, szépen össze van minden pakolva, szemetes zsák, vödrök, egy vödör a glettelő cuccokkal, egy a csiszoló cuccokkal, kábelek, létrák, zatyrok, málelfríz, makulatúrtapéta, lábazat, székek, GoPro cuccok, még több GoPro cucc, az összes leszerelt kapcsoló, meg dugaj. Van egy ragasztós dobozunk, egy villanyszerelős dobozunk, egy snitzeres dobozunk, egy visszerelő dobozunk, egy fúrós dobozunk. Erlannak kimostam a kesztyűjét. Van még ilyen tapétaoldó foldatunk, meg annak a mérőpohara. A lábazathoz szükséges cuccok, egy új lámpa a zerkére, a festő cuccok, alul van egy csőgörény, mert kölcsön adtam, de nem kellett. A kötél, radiátor, az összes hosszú cucc, roadband, uniflot, fúrók, csiszológépek, még több csiszológép, bontó, kalapács, fúró, cucc, zsákok, aprók, munkavédelmi cuccok, és egy nagyon jó akkumulátoros lámpa, ezt még nem mutattam meg, na, engede. Ezt még nem mutattam meg. Annyira nem vagyok megelégedve vele, de legalább nem volt drága. Meg villanyszerelők leszették a nagyszobába a tűzjelzőt, meg gondolom beindult, ugye, hogy nekünk tegnap előtt, mikor a padlót bontottuk, tehát a csempét, akkor ugye elég sok por lett, és beindult a tűzjelző, de hát nem történik semmi, mert ez ilyen szigetmegoldás, tehát csak ez az egy tűzjelző pittyog, és nem indul be a riasztó az egész házba, vagy ilyesmi. Akkor áthúztam a törött ajtótok darabjait, meg a konyhának darabjait, és akkor végig lehet menni úgy a lakásba, hogy az ember nem hányja el magát, illetve itt van két doboz, amiben a redőnyhúzónak az alkatrészei vannak benne, és akkor végre minden ablakpárkány tiszta, minden szoba bejárható. Ugye itt akartam alapvetően rendet rakni, mert ez az első munka, úgymond. Itt is szép rendet raktunk, összébb lehet majd húzni egy kicsit a radiátorokat, meg a bútort, és akkor több hely lesz dolgozni. És innen az ablakpárkányról is eltűntek a cuccok, meg innen az ablakpárkányról is eltűnt a sok cucc. Ha! Nézd oda! Ja, de ez mindjárt fog kelleni a falkaparáshoz, mert azt is megcsináljuk majd. De azt akarom, hogy következőként ezek a falak itt körbe egyszer le legyenek glettelve. Mutatom, hogy miért. Mert ha egyszer gletteled, ez már kétszer van, tehát ez itt sima. Viszont itt láthatod, hogy egyszer le lett glettelve, de hogyha jobban megnézed, visszaszottyad, ahogy szárad a glett, és több réteg kell ahhoz, hogy a víz eltávozik belőle, a glett összehúzódik, és hát azért ehhez képest ilyen lesz az elsőre. Igen? És akkor erre még rá kell menni kétszer-háromszor. Ehhez pedig, tudom, hogy nem ez való rá, de lusta vagyok keverni, ezt az Uniflot Finish-t használom. Igazából hivatalosan ezt úgy kéne használni, hol van rajta? De itt van rajta, hogy először kéne glettelni Uniflottal, és utána kéne Uniflot finish-sel. Ez egy drága cucc, viszont utálok keverni, holott van hozzá cucc, de akkor is utálom. Úgyhogy inkább költök többet, és akkor ebből, erre kinyitom, tehát ez egy ilyen kézbekevert massza, ebből lehet egyből föl túrni a falra. Úgyhogy akkor lássuk, hogy megy. Thank you.
kettő van, és látjátok, ezt a két falat tudtam leglettelni. Körülbelül 1¼ vödör Knauf Uniflot finish ment rá, úgy számolom, hogy még nagyon sok áru vödör kell hozzá. Elmostam a szerszámokat, azért hagyjuk abban, mert 12-ig van a Balmárt, és még akarok venni néhány vödör Uniflotot, illetve mivel ennyire nagyon fogy, és ezzel nem számoltam, ezért megpróbálunk egy zsákot bekeverni, hogy azzal mire megyünk. Mint láttátok, a kesztyűben mostam el a szerszámokat. Bocs, hogy nem rakom fel a mikrofon, csak tiszta a víz vagyok, és félek, hogy tönkre vagy. Tehát, mint láttátok, kesztyűben mostam el a szerszámokat. Ez azért van, mert egyúttal, ahogy elmostam a szerszámokat, gyönyörűen tisztára lehet mosni a kesztyűt is. Akinek ilyen, hozzáteszem, ez nem a jó minőségű kesztyű, Grüner márkájú, más nincsen ráírva. Ezt a Pélben vettem, leértékelve volt, itt az ilyen kosárból, aztán találd meg az ellest, tele van SS-sel meg MS-sel, köszönjük szépen. Mindegy, viszont nagyon-nagyon jó, ilyen puha, műbőrszerű, hát helyenként már kezd kilukadni, de vettem belőle 4-et, úgyhogy most elszaladunk a Balmárba és veszünk még Uniflotot. Összeszedjük a tegnapi szemetünket. Mert tegnap ugye mikor hoztuk a járólapot, akkor azt kicsit csomagolásából leesett pár darab, és rendet tartunk a ház körül is. Jól van. Hol a kuka, hol a kuka. Kipaszott sok garázs. Be. Látjátok, mennyi garázs van? Meg légy. Tegnap Erna vezette a kocsit. Nem ő a nagyobb, hanem ugye hátratolta az ülést, hogy én jobban beférjek ma reggel. Na tehát, két Balmárt, vagy hát barkácsáruház van a városba. Rothenburgban van a Bájva, amely egy ilyen nagy bajor barkácsáruház lánc volt. Most kezdik fölvásárolni egy düsseldorfi érdekeltség. Meg a Pél. A Pélből nincsen sok, az inkább ilyen helyi dolog. A Pél drágább, viszont jobb minőségű árujai vannak, ezért a Pélbe megyünk. Illetve a Bájva az olcsóbb, tehát olyan dolog kell, amiben nem az a lényeg, hogy mit tudom én, high-end legyen, akkor azt meg lehet venni a Bájvába is. Nézzétek meg, merre lakunk! Ebbe a Ford kereskedésbe vettük az Ernának a Peugeot-ját, a Cabriót, és utána képesek voltak fordítva fölrakni a gumit az autóra. Tehát szervizelni biztos nem vinné hoznám ide a kocsit. És akkor ugye Rothenburgban lakunk, itt kezdődik a vár. A várnak ez a kapuja, tehát ott, ahol a fehér transporter bemegy, ezt úgy hívják, hogy Klingentor, tehát a pengék kapuja. Itt a kapuba bele van építve egy kis templom is, nagyon-nagyon szép.
Majd írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek egy ilyen városnéző körutat. Itt jobb oldalt láthatjátok ezt a várfalat. Ezt majdnem teljes egészében körbe lehet sétálni a várfalon, a lőréseknek épített erkélyen. Nem teljesen, de majdnem. Amúgy a várat körbe lehet futni, sétálni, és az nagyjából 4,5 kilométeres kör az én ajtómtól az ajtómig, tehát maga a vár mondjuk 4 kilométer körbe. És most elérkezünk a következő kapuig, az itt látható jobb oldalt, kicsit lassabban megyek, hogy lássátok. Ezt úgy hívják, hogy Galgenthor, na jól nem látok semmit az áosztoptól. Na mindegy, ő volt a Galgenthor, majd visszafele mutatom. Ezen a kapun sétáltam be életembe először a városba, egy gyönyörű szűzhóban, és itt van a pél bal oldalt. Lenulláztuk a boltot. Na, beszarás, hogy mi történt. Végeztünk a Pélben, és volt régebben egy angol cég, akinek volt egy oly nevezetű terméke, hogy sheet rock, tehát lapkő. Ugye ők gipszkarton gyártással foglalkoztak, és mindenféle egyébbel. Aztán a Knauf ezt fölvásárolta. Jó darabig nem lehetett kapni sheet rock termékeket, és most jártam be, keltem be itt a Pélbe, két héttel ezelőtt még nem volt, de most találtam vödrös Uniflot Fill and Fine nevezetű cuccot. Mint kiderült, ezt csinálták a sheet rocknak a vödrös gletyéből, de most nézzétek meg a Galgenthort. Tehát így néz ki a Galgenthor, ott jön egy lovaskocsi szembe. Nagyon-nagyon szép amúgy Rothenburg, mindenkinek ajánlom, hogy egyszer eljöjjön, megnézze. Na, a lényeg, hogy van sheet rock, ami ugye a Knauf Uniflot, ami ilyen poralapú, az 25 literes, nem 25 kilós kiszerelésben van, ez pedig 20 kilós kiszerelés, ellenben picit fajlagosan drágább, tehát úgy nézd ki, hogy a 25 kg Knauf, amit még be kell keverned, és az vagy sikerül, vagy nem, az 48 euró. A vödrös sheet rock, ami már be van keverve, az 38 euró 20 kg. Basszus, még a végén kiderül, hogy olcsóbb is. Azta. Na mindegy, eredetileg is ezzel akartam csinálni, csak mondom, két héttel ezelőtt még nem volt, tehát állítólag a héten jött az első szállítmány, úgyhogy sokkal jobb. Hát ugye az, amit a Knauf Finish, amit használtunk, az
18 euró 8 kiló. Ez meg 38 euró 20 kiló. Úgyhogy ugye 2,5-szer annyi van benne. Jól van, alakul. Úgyhogy most visszamegyünk. Vagy kajálunk, vagy nem. Ja, de mindenek előtt megmutatom, hogy működik a csiga rendszer, amit építettem, hogy fölhúzzuk az anyagot, mert a térdem az ki van, és a lépcsőzés annyira nem megy. Úgyhogy van, majd megmutatom, egy nagy big bag, azt már láttátok az erkélyen, meg kötél, és azzal föl tudom húzogatni a cuccokat az emeletre. Remélhetőleg nem szakad el egyik sem, mert akkor elég nagy mocskot csinál lenne az erkély alján, főleg, hogy a szomszédnak az erkélyére is berepül akkor, de hát bízunk benne, hogy a vödörnek a füle el fogja bírni saját magát. Érdem. Na, úgyhogy így néz ki a cucc. Tehát ez a valamikori sheetrocknak a kézgipsze, vagy ezt azzal egyenértékű. Úgyhogy ezt most rántjuk föl az erkélyre. Na, tehát az akció az oly módon néz ki, hogy ott len vannak a vödrök. Én meg itt fenn a másodikon, itt a csörlő, és ti felültök az állványra. Tehát ehhez nem kell a big bag, úgyhogy azt kiakasztjuk. Leeresztjük a kampót, karabinert egészen pontosan. Ez azért van itt, mert ez egy féknek használom, hogyha valami nagyon nehezebb kéne leereszteni, akkor nehogy leszaladjon akaratomon kívül. Jó. És akkor most leszaladunk. Itt vagyunk lent a dzsindzsásba, és fogjuk a karabinert, beakasztjuk a vödör fülébe, és most visszaszaladunk. Kérdezhetitek, hogy ebben mi a poém? Az a poém, hogy rohadtul fáj a térdem, és inkább szaladok üresen, mint még 20 kilóval, vagy netán a két vödörrel 40 kilóval nem érnék fel a másodikra. Viszont így, fél lábbal, relatív hamar fönn vagyok. Ezt még 20 kilós vödörrel csinálja meg az, akinek hat anyja van. Tehát be van akasztva a karabinra a vödörbe. Visszaültök a kis állványotokra. Ezt a kötelet kell húzni. Óvatosan, nehogy fönnakadjon valamelyik emelet,
erkélynek a tetején, és akkor kiborul. Mint így. Ügyni. Kampó visszamegy. Jó. És akkor mindezt most gyorsított felvételben nézitek meg. Megetettük a medvét, úgyhogy folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Sziasztok! Méghozzá jól emlékszem, valahol itt ültetek, és arra néztünk. Így van. Így mi. Akkor nyomjuk tovább gyorsan. Szevasztok! Eltelt 3 nap, kedd van, 7:30. Szombaton még beálltottak vendégek, hogy egy kicsit máshogy alakult a hétvége, meg láthatjátok, hogy megöregedtem. Viszont hétfőn itt volt Krisztián haverom, és segített a glettelésben. Úgyhogy az első réteg majdnem kész, és mint ahogy láthatjátok rajtam, ma már meg is csiszoltam az első réteget. Úgyhogy jöhet majd valamikor a következő napokban a második réteg. Itt látszik jól, hogy milyen a különbség
az egyszer glettelt meg a gletteletlen fal között, illetve van egy olyan falfelület, ami már másodszorra lett glettelve, tehát ez majdnem tökéletes, még apróbb simítások lesznek rajta. Úgyhogy az a helyzet, hogy ennyi fér bele ebbe a hétbe, mert a hét második felébe viszont kirándulni megyünk. Elmegyünk Hamburgba feleségemmel, mert születésnapja lesz szombaton, úgyhogy kívánjatok neki boldog születésnapot. Iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg ezt a videót barátaitokkal. Hogyha érdekesnek találtátok, mindenféle kommentet szívesen látok. Jót, rosszat, rosszból tanulunk, a jónak örülünk. És találkozunk legközelebb. Sziasztok!